Jó napot kívánok! Erőt, egészséget! 57 település 65.200 lakosának védelmét látja el a sátoraljai újhelyi tűzoltó parancsnokság. Az elmúlt évben elsősorban a terület adottságai határozták meg a tűzoltók munkáját. Legtöbbször 248 alkalommal tűzesethez vonult az állomány, de 139-szer műszaki mentéshez is riasztották a szakembereket. Az esetszámú nagy része a tűzesetek függvényében szabadtéri tüzekről beszélhetünk. Kisebb százalékban volt a gépjárműben, iparban bekövetkezett tűzesetek, de úgy műszaki mentés szempontjából ugye a viharkárok miatt, illetve a helyiség adódásából a szabadtéri tüzeknek a nagy része az, ami lefoglalta a sátorjai kollégák állományát. Ugyanezt mondhatom el a cigándi őrs területéről, ott is nagy részben a szabadtéri tüzekről beszélhetünk, illetve kisebb részben műszaki mentések, fakivágásokról az, ami emelt az eset számát az őrs, illetve a sátori parancsnokságnak. Kovács Sándor, az ENCSI katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője ezúttal is emlékeztetett rá, hogy kiemelt feladatként volt meghatározva az elmúlt évre az integrált katasztrófa védelmi rendszer működtetése és a hatósági tevékenység magasfokú végzése. A katasztrófa védelmi rendszer működtetésével kapcsolatban a sátoraljai újhelyi tűzoltóságot az újoncok kiképzése érintette kiemelten. 2014 évben nagyon sok újonc került be a rendszerbe. Tehát maga, hogyha abba belegondolunk, hogy a cigándi katasztrófa védelmi őrs 2013 év végén megkezdte a működését 20 emberrel, amelyből 18 fő újonc került be a rendszerbe. 2014 évben elkezdtük feltölteni a Tolcsvai őrsnek a személyi állományát. Egyébként a Tolcsvai őrs majd 2015 év végére fog majd beállni, de az állomány már feltöltésre került. Tehát a legfontosabb feladat az volt, hogy a fiatal állományt, fiatal újonc tűzoltói állományt megtanítsuk a tűzoltói szakmára, a tűzoltói hivatásra. A tűzoltó parancsnokság ugyan 2012-től nem az önkormányzat fenntartásában működik, de a város azóta is jó kapcsolatot ápol a hivatásos szervvel. Az itt működő intézmények, létesítmények biztonsága szempontjából megengedhetetlen, hogy egy jó működő kapcsolat legyen a két szerv között. Én azt gondolom, hogy ez maradéktalanul teljesült, és hát továbbra is fennkívánjuk tartani az év tűzoltója díját az önkormányzatnak, amivel kimondottan egy olyan kollégát díjaznánk az itteni állomány javaslata felterjesztése alapján, aki az adott évben kiemelkedő teljesítményt ért el. A város továbbra is számít a tűzoltóság munkájára, mondta az alpolgármester. Egyrészt a szakmai tevékenységre, másrészt a jövőben induló projektek megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatásában.